Több száz gyermek ütötte a korongot az első Kósa Endre emléktorna keretében április 3-án. Az U8 és U10-es korosztálynak szervezett egésznapos rendezvény nem csak a játékosoknak, de szülőknek, nézőknek is tartalmas szórakozást nyújtott, érdekes és színvonalas mérkőzéseivel. Mióta hokiztok? 6 éve. Hány évesen kezdtétek? 4. Ez a mai torna, ez miért van? Hát az edzőbacsunk emlékére. Hány meccset játszottatok ma? 8-at, azt hiszem. Hogy bírtátok azt a sok meccset? Nem tudom. Nehéz volt? Egy kicsit. Elfáradtatok? Igen. Igen? És milyen eredménnyel játszottatok ma? 6-4, 5-6, 4-2. Többségében nyertetek? Az egészet megnyertük. Csíkszerete az a dolog, hogy jégkorong nélkül itt nem létezik semmi. Valószínű, van ebben egy nagy történet, ebben van. Érezik szülők is, érezik most már mi is. De a hoki az a tömegsport, az, ami nevel, az a dolog, ami összetart, az a dolog, ami arra sajtolja ki a gyerekeket, hogy összpontosítani tudjanak. A gyerekemnél láttam, hogy a tanulásban óriási segítség. A kitartása hihetetlen. Maximum tudja vinni, és annyira ki tudja húzni a cérnát utolsó pillanatig, hogy ezt önmagától merem állítani, soha nem tudta volna megcsinálni. Az ISK Csíkszereda és Sportklub Csíkszereda által szervezett tornára az ISK Gyergyó Szent Miklós, a Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek, a Korona Brassó, a Csíkszent Imrei Sasok, a bukaresti Steaua Rangers, a bukaresti Triumph, a Galaci Dunareal, a Kézdivásárhelyi Bikák, a Ploiesti Olimpia, valamint a Marosvásárhelyi és Kisinyói csapatok léptek pályára a házigazdák mellett. Mivel én vagyok az edző, ezért én vagyok az egyik szervező ebben a turnéban. Egy olyan játékosról és csapattársról szerettem volna megemlékezni, akivel nagyon sok éven keresztül együtt játszottunk, majd együtt voltunk edző kollégánk is az iskolánál, és ezért szerettem volna elindítani egy ilyen emlékturnét, amit szeretnék folytatni a következő években is. A mai nap több mint 300 gyerek vett részt ezen a tornán. Nagyon örvendek, hogy minden csapat eljött, akit meghívtunk, és sikerült egy nagyon jó szuper turnét szervezni. Kósa Endre emlékére kezdeményeztük ezt a tornát, a sportiskola, a Csíkszeredai Sportklub és a számos támogató jelezte már első perctől a segítséget. Persze támogatók nélkül nem jött volna létre, és rengeteg önkéntes örömmel jött, és persze a Endrét sokan ismerték, és az első szólításra jöttek. A szervezők remélik, hogy a kiváló csíki játékos Kósa Endre emlékére szervezett tornát sikerül minden évben megszervezniük. Ez pedig nem csak a résztvevő gyermekeknek maradt felejthetetlen élmény, de a sportág a jégkorong rajongói számára is.